elfogyott az étel, elfogyott a tiszta víz, és elfogyott a friss levegő. Klíma! Klíma! Amikor víz meg levegő nincs, akkor mit csinálok a pénzemmel? Basszus kulcs, én nem csak a saját levegőmért küzdök, hanem nagyon-nagyon sok ember levegőjéért. Ki kell mondanunk, hogy eltékozoltuk az elmúlt 30 évet, és ez most fáj. Régóta is nagyon nagy mániám az, hogy mennyi szemetet termelünk. Tehát, hogy az, amit kidobok, az egy halmot növeszt, és hogy ez hol van ez a halom. A képmutatásnak a teteje a zöld rendszámos SUV. Mi történik az akkumulátorokkal, miután lejárt az élettartalma? Kilövik az űrbe, elássák, tengerbe dobják? Én azt érzem, hogy megfulladok természet nélkül, vagy az én életem része kell legyen. Az egész társadalmunknak így kéne működni, hogy szövetségben a természettel, hiszen egyébként a természet részei vagyunk. Mindig akkor nyugszom meg, amikor kint vagyok, és azt érzem, hogy a természet része vagyok. A vegánhegy lakó az csak a neve annak, amit én itt tolok. Arra törekszem, hogy amit csak lehet, azt magunknak termesszünk meg. Mi a biogazdaságokat és a vegyszermentes gazdaságokat szeretnénk erősíteni, és arra ráébreszteni magunkat és embereket, hogy ehhez tudnak hozzájárulni a vásárlásukkal. Tehát, hogy a mezőgazdaság milyen irányba megy, a termelés. Egész család, meg a vendéggyerekeknek a egyik legnagyobb kedvenc egy telken belül a tavunk. A halakat megszelídítették, kézből lehet őket etetni. Ez a vidéki angol kert típus, ilyen nagyon természetközeli, de sok virágos kert. Nagyon szép, de egyszerű is elkészíteni. Nálunk nincsen az, hogy autóval visszük a gyereket ide-oda. Télen is biciklivel járunk például, és tökre szereti. Szerintem Budapesten egyre jobban lehet biciklizni. Nagyon sok helyen egyre jobb az infrastruktúra, nagyon jók a bringasávok. Sokat javult a helyzet, maradjunk annyiban. Hát más glamour napokra jár a plázában, mi a roncstelepre megyünk vadászni. A már elengedett, eldobott, kidobott dolgokat visszamentjük. Nekem a régi munkahelyemen, vagy akár a családomban az, aki használt ruhát hord, az ciki. Tehát egy kicsit lesarkítva használt ruhát a bolondok hordanak, meg a szegények. Van egy stigmája a használt ruhának, és mi azt szeretnénk elérni, hogy ez ne legyen. A kormány kerozinnal locsolja a tüzet. Valós, modern, társadalomjobbító, technológiai fejlesztések helyett tűzifának aprítaná föl a gyerekeink jövőjét. Szeretném felhívni a figyelmet rá, hogy az erdő nem tűzifa! Ne vágj ki minden fát, legalább néha-néha lazíts egy fél órát. Gyönyörű, szépek vagytok!